A fotókiállítás a 75 éves egyesület munkáját, mindennapjait mutatja be. A tárlat megnyitón az egyesület múltjáról, jelenéről is szót ejtettek, majd művelődési műsor következett. A helyiek mellett felléptek a környékbeli egyesületek tagjai is. Nagyon szerettem itt az embereket, nagyon szeretek az emberekkel lenni. Nagyon kedves emberek járnak ide, nagyon jó itt a hangulat, bármikor eljövünk, mindig kedvesen fogadnak, mindig szeretettel várnak mindenkit, bárki jön. A táncosokkal is most így foglalkozgatok, kezdek. Szerettem őket is tanítani egy kicsit. A szajáni kis magyar közösség nem hagyja veszni a hagyományokat. Több szakosztály is működik az egyesületben. A kitartó munkát pedig az idén Kallós Zoltán külhoni magyarságért díjjal is elismerték. Én úgy gondolom, hogy nagyon jók voltak az elődeink, mert megtanítottak bennünket megbecsülni azt, amit ránk hagytak. Megtanították, hogy mennyire fontos a közösségi élet, mennyire fontos a munka, a kitartás, és nekünk mindig a jelen a legnehezebb. Ünnepi köszöntőt Tóth Zoltán, a Szajáni Helyi Közösség Tanácsának elnöke, és Juhász Bálint, a VMS intézőbizottságának elnöke mondott.